Sziasztok, ismét jelentkezik a BST 1924 szokásos kiadása, a hét legjobb játékosa, a Kuntics Ellen úr mellettem. Szia Ellen! Azért lettél a hét legjobb játékosa, mert ugye elég sok meccs volt itt a hétvégén, és mindenkit 100%-ra hoztuk, de talán a legérdekesebb meccs, ami egyrészt fejlődést mutatott be, illetve nagyon jó csapatjátékot, az a U17 volt, Honor ellen 3-2-re nyertetek ide-haza az Árok utcába. Az edzők téged választottak ki. Először most mesélj egy picit erről, ne is picit hosszabb mesélj erről a meccsről, mert érdekes volt, izgalmas meccs volt, és hát valami miatt csak kiválasztottak téged, azért erre is egy kis indoklást kérnénk szépen. Ja, hát, hellóztok, hát elég izgalmas mérkőzés volt, ugye elég korán megszereztük a vezetést, Szakás Balázs góljával, aztán végül is csak mi uraltuk a játékot, sokat támadtunk, aztán a Monor egyszer átjött a térfelünkre, és abból egyből kaptunk egy potyagolt végül is, mert az igen, volt. Az volt, de aztán utána mi sajnos nagyon leengedtünk, gyorsan megkaptuk a másodikat is, és utána szerencsére nem, tehát így beszéltünk, hogy össze kéne szedni magunkat, aztán lehoztuk 2-2-re, és így az utolsó percekben pedig megszereztük Csongi góljával a győztes gólt. Ez egy nagyon érdekes dolog volt egyébként, hogy azt mondja, hogy összeszedtétek magatokat, mert az rettentő gyorsan sikerült, ugye kaptátok a gólt, és hogyha jól emlékszem, akkor talán akkor ez két perc alatt egy hát nem is tudom, hát én körülbelül egy olyan nagyjából egy perc alatt már meg is adtátok nekik, mert ugye egy percig mentetek vissza, összeszedtétek magatokat, örültek ugye a góljuknak, úgyhogy ez nagyon gyorsan sikerült. Mi volt ez mégis, ami miatt azt mondták, hogy te voltál talán a legjobb? Én láttam a meccset, de aki nem látta. Hát, hogy érzed, hogy ez most jól ment? Szerintem azért a középen eléggé stabilul játszottam, a Peszlengerivel, meg a... Hát ki volt még ott? Voltatok egy páron, ember úgy körbe vettek ki. Hát szerintem azért elég sok labdát szereztem, meg voltak jó indításaim. Azért volt egy-két labdaeladás is, de szerintem összességben jól játszottam. Igen, azt lehetett észrevenni, hogy viszonylag jók voltak azért az indítások. Voltak az előző meccsek, amikor nem volt minden tökéletes, de ez most tényleg nagyon jól sikerült, és hát igazából a védelmünk is egészen jó volt, mert azért támadtak ők is, és bőven, igen. Azért csak sikerült blokkolni. Jó, kielemeztük a meccset. Mesélj picit magadról, te hol kezdtél el sportolni, mióta focizol, mióta játszol nálunk? Hát legelőször még óvi fociba kezdtem el focizni, a Fradiba. Aztán utána volt egy 2 éves kihagyás, akkor elmentem vízilabdázni, de az nagyon nem jött be. Aztán pedig újra elkezdtem focizni a Hegyvidékbe. És utána még voltam 1 évet a Vasasba, és onnan jöttem ide Budaörsre. Egy három éve. Volt azért egy fél éves kihagyása? Ja, volt, amikor tavaly eligazoltam Miklósra. Nem jött be ezek szerint? Ja, hát nem, ugye oda apukám miatt mentem, csak aztán ő is eljött, és így végül én is. És akkor kiderült, hogy a Budaörs mégiscsak egy jó csapat itt? Hát, kiderült. Te is, akkor most figyelj, ezt döntsük már el, te most akkor hogy tervezed a pályádat? Hol fogsz játszani? Vagy hol szeretnél igazából játszani? Mert ugye azért, hogyha mérkőzéseket nézzük, szerintem most már fele-fele arányban azt lehet mondani, hogy te néha azért középpályán játszol, néha a kapuban. Édesz. Hát igen, ez azért változó szokott lenni, de a jövőben biztos, hogy kapus szeretnék lenni. Tehát a kapusi posztot akarod. Aha. De hát így igazából nem gondolkoztam, hogyha foci, akkor hol. De hogyha nem foci, akkor nem tudom, akár kamionsofőr lennék. Aha, na jó, de hát azért mondjuk, hogyha focit mondjuk, vegyük azt, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz belőled, mármint szakmád szerint, ha mondjuk foci, a sportvonalat választod, akkor azért hol szeretnél focizni, tehát hogy meddig szeretnél elmenni ebben a történettel? Hát... Ha már van egyáltalán elképzelésed, nem tudom, hogy ennyi idős korában az embernek, vagy nem emlékszem rá, hogy ennyi idős korában az ember még van-e, vagy már van-e elképzelésed, ez itt csak valamit, hogy merre Magyarországon? Hát nem tudom, azért sokaknak van, hogy mondják, hogy spanyol első osztály, meg ilyen, hát én inkább ilyen Katar, vagy Azerbajdzsán, vagy valami ilyesmi. Várjál, és akkor még Kazasztán, majd meg ilyenek. Talán, hát ott van a pénz. Jó van. Na, köszönöm szépen az interjút. Még egy nagyon fontos kérdést, amit mindenkinek felszoktam tenni, neked is meg kell, hogy adjam. Mi a kedvenc, melyik a kedvenc csapatod?
Hát a Sevilla. Sevilla, ki a kedvenc játékosod? Hát az U17-ből Obring Werner Patti, meg Jánvári Rio Christian. Igen, ők mind a ketten nagyon jók. A Christiant mondjuk kevesebbet láttam, főleg most, de most nem volt itt a hétvégén, de ő tényleg nagyon ügyes játékos, akár csak a Werner. Remélem, hogy Werner is sok gólda fog most még vágni ezen az, azt hiszem, 4 fordulótok van még, ugye? Igen, még 4 meccsetek van, most már ő is lőhetne ezért egy pár gólt ott elő. Úgyhogy innen üzenjük neki, hogy figyelj Werner, lőjél sok gólt. Számítunk rád innen, és akkor lehet, hogy még összegyűjtötök talán még egy pár pontot, mondjuk, hogy jön 9-et. Na, hát úgy beleférne még, na és akkor lenne, még lenne nagyjából, akkor 13, vagy lehet, hogy 12, ez majd még majd kiderül, hogy mi lesz. Ja, az hát talán összejönne még. Na, köszönöm szépen az interjút, akkor még egyszer gratulálok ehhez a hét legjobb játékos a poszthoz. Nektek pedig üzenem, hogy hát ugye még van 4 mérkőzés, akkor még legalább 4 játékos majd le fogok ide ültetni a kamera elé. Sőt, majd a végén úgy tervezem, hogy majd beültetünk ide esetleg több játékost, akik majd úgy kielemzik az egész éves teljesítményt, főleg azok közül, akik még nem ültek itt a kamera előtt. Na, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok.